Múlt hétfőn kezdődött a 2x5 napos FSC kézilabda tábor, ahol a gyerekek a meglévő tudásokat tudják feleleveníteni, gyakorolni, vagy a legkisebbek is megismerkedhetnek a kézilabdával. 5 turnusra lettek felosztva a gyerekek, 71 fő vesz részt, korcsoportok és nemek szerint lettek felosztva, 5 évestől egészen a 13 éves korig. Napi 2 edzés szerepel a programban, szabadidős tevékenységek, ki szoktunk menni a játszótérre, művőes pályán szoktak focizni a gyerekek, és egyéb elfoglaltságok vannak még. Bárkinek a jelentkezését szívesen fogadtuk, de a tábor 85-90%-a az FSC-s kézilabdásokból áll. A gyakorláson van a hangsúly, mondta Gyöngy Márió. Kapuralövés, támadás, védekezés, pár társas kapcsolatokat próbálunk építeni ilyenkor, és hasonló dolgokat még. Mennyire estek ki a gyerekek a rutinból, hiszen ugye volt egy hosszabb szünet a járvány miatt. Mi a tapasztalat most velük kapcsolatban? Hát lehet látni rajtuk, hogy ez a 3 hónapos kihenő, utána június elején edzettünk egy 2 hetet, utána megint leálltunk, és akkor most egy hónap kihagyás majdnem volt megint, észre lehet venni rajtuk, főleg az erőlétükön, úgy látom. Van olyan csapat, aki már a felkészülés részeként tekint a táborra. Itt a kisebb korcsoportban inkább az a lényeg, hogy a játékosságon van még a hangsúly, meg a játék megszerettetésünk. A táborozókat meglátogatta az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó Páder Ildikó. Nagyon sokat járok Füzesabonyba, és az látszik, hogy egyre több a gyerekek létszáma, akár fiú, akár lány vonalon, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek egyrészt szeretnek sportolni, másrészt, hogy magát ezt a sportágot, a kézilabdát nagyon szeretik, és én azt gondolom, hogy itt is meg van teremtve az a lehetőség, hogy jó körülmények között olyan szakemberekkel dolgozhass, akik tényleg eredményessé tudják tenni a füzesabonyi kézilabdát. Én főleg ugye ez az U15-ös korosztályt láttam többször, mert én is azokkal a gyerekekkel foglalkozom a Ferencvárosnál, és ott is van egy-két nagyon tehetséges gyerek. Ez nagyon jó lenne, hogyha évről évre az ő számuk is nőne, hogy minél több ügyesebb, tehetségesebb gyerek kerüljön ki közülük. Viszont az is benne van, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz később. Tehát ugyanúgy nálunk is a Fradiba, hogy nagyon tehetségesek, ügyesek, de reméljük, hogy minél többen megmaradnak majd a felnőtt csapatnak a létszámát növelni, vagy hogy esetleg válogatott játékosok lehessenek, de hát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, de én szurkolok, hogy akár tőlünk, akár innen a füzesabonyi csapatból legyenek ilyen játékosok. Veres Máté már 4. éve jár vissza a kézilabda táborba, a sportklub utánpótlás csapatában kapusposzton játszik. Nagyon jól szoktunk szórakozni ebbe a táborba, jók a programok, és csapattal együtt lehetünk, gyakorolhatunk. Másodikos korom óta kézilabdázok, itt az FSC-ben játszok. Tavaly másodikok lettünk egy tornán, Kalocsán, és Farsangi kupát is megnyertük. Edzünk, gyakorlunk, készülünk, megint megyünk idén Kalocsára augusztusban, készülünk rá, és közben pedig még pihenünk is egy kicsit. A koronavírus járvány miatt kérdéses volt még az elmúlt héten, hogy megtarthatják-e a tábort, de végül az MKS engedélyt adott rá. A járvány miatt a táborban nagy gondot fordítanak a kéz- és felületfertőtlenítésre. A résztvételt csupán egy-két gyerek mondta vissza.